2013-ban került az Ózdi Széchenyi István Katolikus Gimnázium és Technikum az Egri Főegyházmegye fenntartásába, 2021-től pedig Aquinói Szent Tomás személyében védőszentje is van az intézménynek. Ebből az alkalomból tartottak családias hangulatú ünnepséget az iskolában június 10-én. Botladozva bár, hol gyorsabban, hol lassabban haladunk, de van kitűzött célunk. Szeretnénk a katolikus, keresztény hívő emberek közösségéhez tartozni. Szeretnénk, ha keresztény értékrend alapján nevelt, Istenben hívő, fiatal felnőttek hagynák el az iskolát, amikor végül kilépnek annak kapuján. Ezen szándékunk megerősítője, támogatója lehet a mai naptól Aquinói Szent Tamás. Ünnepi köszöntőjében Ternyák Csaba érsek rámutatott, hogy az iskola pedagógusai által választott védőszent mennyi mindenben példát tud adni a mai ember számára. Akkor van értelme az életnek, hogyha a szeretetre alapozzátok. És hát ez a jelszó, hát ez csodálatos, Aquinói Szent Tamástól. Azt kívánom, hogy ez a jelszó legyen életetek programja, és Aquinói Szent Tamás segítse ennek az iskolának minden alkalmazottját, minden diákját, a mostaniakat, a régebbieket, meg az újakat is, hogy feltalálják magukat ebben a csodálatos világban, és minden nap hálával ébredjenek, hogy milyen jó. Belátom az értelmemmel is, és megértem a szívemmel is, erre dobban, erre a ritmusra dobban a szívem. Hogy Istent és embert szeretni, akkor van értelme az életünknek. Beszére végén a főpásztor megáldotta az iskolazászlót, illetve az osztályzászlókat, amelyeket az osztályok képviselői elhelyeztek a tantermekben.